Gears 5-ben meg lehet ijedni keményen. Eszembe jutott, hogy 2001-ben, 19 évvel ezelőtt az XMS-ben, a házimozi helyiségünkben próbáltuk ki az első Xboxot, ami akkor érkezett meg USA-ból, valami irdatlan sok pénzre a Gretnek a gépe volt, az egész PC Guru szerkesztősége ott volt, kb. Nem tudom, 18-an voltunk egy 20 négyzetméteres szobában, és ott nyomtuk a kivetítőn az Xboxsal. És ugyanezt éltem át, amit akkor a Grettel, aki ott maradt, és hajnal 5-ig toltuk a Halo-t, és emlékszem, hogy egy havas pályán játszottunk a Halo-val, amikor a tankot kell vezetni, és lehet lőni, mint az át, és abba hagytuk, mert már nem bírtuk tovább tényleg valamikor délután kezdtük el, kiléptünk az utcára, és felkelt a nap, és esett a hó. És hogy a havas pályából a valóságba átzökkenni, valahogy az egész csak így mentünk, és így nem hittük el az egészet, akkora élmény volt, és elmentünk Sasához felkelteni reggel 5-kor, hogy adjon nekünk zsíros kenyeret, mert nagyon éhesek voltunk, és akkor Sasa, hogy kijött, hogy hülyék vagytok, mi van, és mondta, hogy Xbox-sal játszottuk a Halo-val, és iszonyatos jó, és most ugyanezt érzem az Xbox Series X-el. Eddigi generációknál mindig megvolt az ugrás, de ez most egy akkora ugrás, ami szerintem a következő éveket így meg fogja határozni, úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba. Kezdjük a külsővel, ami szerintem teljesen rendben van, ez az eddigi legjobban kinéző Xbox, fogja az új lenyomatokat, mint az összes eddigi Xbox, de erre egy nagyon jó megoldás van, nem kell fogdosni, és akkor nem lesz új lenyomatos, viszont az egész háznak a kialakítása nekem nagyon tetszik, mert letisztult, egyszerű, egy álló hasába az egész, amit fektetve is lehet használni természetesen, de szerintem egy állóban néz ki a legjobban, és ugye a hűtése is nagyon fontos, hogy úgy van kitalálva, mint annó az Apple Cube, vagy az Apple szemetes kuka Mac Pro, hogy alulról beszívja a hűvös levegőt, és fölül kifújja a meleg levegőt, és egyébként semmi hangja nincsen. Tényleg nincsen semmi hangja, pedig ez egy brutális erőgép. Van rajta elől is egy USB, hátul is egy USB, egy bővítőport hátul, hogyha szeretnénk az 1 terabájtos SSD kapacitást bővíteni még 1 terabájttal mondjuk, akkor ezt megtehetjük, és tulajdonképpen egy baromi egyszerű és letisztult dizájn. Nekem egyébként a CD, illetve DVD olvasó sem hiányzik, nyugodtan lesporolhatták volna róla. Nem nézek már Blu-ray-t, meg semmi ilyesmit, mindent online néz az ember. Szóval a gép teljesen jól néz ki szerintem, de ne is a külsővel foglalkozzunk, mert az abszolút ízlések és pofonok. Menjünk rá inkább a teljesítményre meg a játékokra, mert hogy ezt az Xboxot, az Xbox Series X-et a Microsoft úgy hirdeti, hogy ez a világ legerősebb konzolja, és nyilván erre jó okuk van, aztán majd meglátjuk, hogy a PS5-tel összehasonlítva a későbbi játékokban biztos lesznek, amiben a PS5 jobban fog produkálni, hiszen ott nem multiplatformos játékok készülnek, ami kifejezetten a konzolra írónak, de most nem akarok ilyen PS meg Xbox harcot kezdeni, én most csak az Xbox Series X-ről szeretnék beszélni, mert ezt próbálgatom egy hete, nem sokat aludtam egyébként, de hát ugye tesztelni kellett az Xbox Series X-et, szóval teljesítmény. 12 teraflops teljesítményre képes, hogy legyen hova elhelyezni ezt, most jöttek ki az Apple-nek az M1-es saját chippel épült laptopjai, és mindenki odáig van, nálam is van egy, és tényleg baromi gyorsak az Intelhez képest, az eddigi Inteles procikhoz képest. Na most ezek a M1-es processzorok 2,6 teraflopsot tudnak, az Xbox Series X pedig 12-t. Csak hogy így legyen viszonyítás, hogy ez tényleg mit jelent. Egy AMD 8 magos 3,8 GHz-en futó CPU biztosítja az erőt, meg egy elég durva grafikus processzort is pakoltak bele, 16 GB GDDR memóriát, szóval tényleg minden földi jót belepakoltak, amit csak most így el lehet képzelni. A Pulai Gábor barátomnak van Németországon most egy épített gamer gépe, ami kétszer vagy háromszor ennyibe került, és az csak valami 9,5 teraflopsot tud. Tehát 185 ezer forint ennek a konzolnak az ára, ami egy ilyen teljesítményű gépért szerintem egyáltalán nem sok, főleg, hogyha hozzáveszünk, hogy 1 terabájtos SSD van benne, nagyon-nagyon gyors SSD, tényleg a játékok úgy töltődnek be, hogy így, ami eddig 1 perc volt, az most 10 másodperc, de nagyon durva, tehát a Halo-nál így nem hittem, hogy amit régen még beszélgettünk, most csak egy csík végigmegy. Szóval az 1 terabájtos SSD-vel szerelt gép 185 ezer forint. Megnéztem poénból, hogy egy MacBook Air-nél a 256-ról 1 terabájtra upgrade-elni 170 ezer forintba kerül az Apple-nél. Itt meg az egész gépet megkapjuk 185-ért, egy brutális erőgépet, és akkor nézzük, hogy mire képes ez a brutális erőgép a játékokkal.
Nos, a játékokhoz először is kell egy Xbox kontroller, amire mindenki azt mondja, a világ egyik legjobb kontrollere, vagy talán legjobb konzol kontrollerje. Nekem egy picit kicsi, én az első Xboxnak a kontrollerét sokkal jobban szerettem, amit meg mindenki más utált. Szerintem a legtöbben szeretni fogjátok, mert ugyanaz, mint az Xbox Elite kontroller, csak nem, itt nem fém alkatrészek vannak, hanem műanyag. De egyébként teljesen rendben van, kaptunk egy új gombot, amivel egyébként videókat lehet rögzíteni. Ezzel rögzítettem, most el is indítottam véletlenül. Szóval ezzel vettem föl én is a videóanyagokat egy külső pendrive-ra, 4K HDR-be, de ti nem fogjátok látni azt, amit én látok, ugyanis a kontrolleren kívül játékokhoz egy nagyon fontos eszköz kell még, egy baromi jó tévé. Ugye nemrég csináltam egy videót, kaptam egy tévét az LG-től, ez a G10-es sorozat, és ez a tévé már abszolút ki tudja használni, illetve hát a konzol ki tudja használni a TV tudását, vagy a TV ki tudja használni a konzolnak a tudását. Ugye az Nvidia G-Sync mellett ez a TV tud 120 Hz-es képfrissítést is, nyilván HDMI 2.1 kell hozzá, és hogyha a játék támogatja, akkor tudunk 120 FPS-sel játszani. A konzol egyébként a Series X az képes 8K 60 FPS-re, vagy 4K 120 FPS-re, ami egészen elképesztő, de egyébként nekem a 60 FPS is bőven-bőven elegendő. Tényleg bármilyen játékot kipróbáltam, a 60 FPS már az is annyira folyik, egyébként a videót az 60 FPS-be vettem föl, hogy nagyjából lehessen érezni, hogy mire képes ez a gép, és tényleg a legbrutálisabb grafikával rendelkező Gears 5 is, ami most már erre a konzolra is ki lett hegyezve, elképesztő, hogy folyik 60 FPS-e, multiban egyébként 120 FPS-el is lehetne tolni, úgyhogy kell egy jó tévé, meg kell nézni nagyon a speckókat, hogy tényleg 120 Hz, HDMI 2.1 legyen, és amikor rádugjuk a tévét, akkor be is kell állítani ezeket az Xboxon is, meg a tévén is, de egyébként ez elég gyorsan ment, és egy pár gombnyomással megvolt az egész, és onnantól kezdve így láttam, hogy minden ki van pipálva, és így kezdődhetett a játék. Hát a legtöbben azért savazták az Xbox Series X-et tesztekben meg cikkekben, mert hogy a megjelenésre nem jött ki semmilyen olyan cím, ami exkluzív lenne és kihasználna a gépnek a tudását. Hát ez a Covid miatt lett így, például az új Halo azért csúszott tavaszra, mert hogy a Covid miatt a fejlesztők nem tudták befejezni, és az lesz majd olyan játék, amitől leesik az állunk, de már most is vannak Xbox Series X-re felkészített játékok, például Forza Horizon 4, természetesen kipróbáltam, és 4K, 60 FPS, még élethűbbek az autók, még jobbak a fények, még jobbak a textúrák, tehát nem tudom pontosan miket frissítettek rajta, de jobban néz ki, mint az előző Xboxon, úgyhogy hát jó pár órát eltöltöttem vele, és egy ilyen dolgos munkanapú meg videóvágás után annyira jó volt így leülni, és az angliai tájakon száguldozni mindenféle autóval, ott büntetlenül lehet CO2-t égetni, hiszen nem égetünk. Jó, mondjuk a konzolral igen, mert de hogyha napelemünk van, akkor nem. Tehát, hogy azért az Xbox Series X-nek van fogyasztása. Na de a Gears of War 5 az, ami tényleg erősen fel lett készítve az Xbox Series X-re, ez annyira hosszú nevet csináltak ennek, szóval az új Xbox-ra. Van például a Ray Tracing, ami azt jelenti, hogy a tükröződés sokkal élethűbb. Tehát nem ilyen kamu tükröződésünk van, hanem a fény rávetül az emberre, onnan lepattan szépen a márványra, és a márványról úgy tükröződik vissza, ahogy a valóságban is, és a videócsip ezt ki tudja számolni, és elképesztően jól néz ki, mindamellett, hogy egyébként az egész Gears of War 5 világ él és mozog, a növények mozognak, a levegőben szállnak a porszemcsék, a pihék, a pernye, a ködön keresztül beszűrődnek a különböző fények, a lángok, a minden brutálisan jól néz ki. Tényleg egészen hihetetlen. Volt, hogy csak így megálltam és nézőltem körbe-körbe, annyira jól néz ki az egész játék, és ez még nem next gen konzoljáték, ezt csak így kicsit újraírták, jobb minőségű textúrák, meg hát ugye ray tracinget beletették, és így egészen hihetetlenül jól néz ki, úgyhogy a Gears of War 5-öt játszom most éppen hosszú éjszakákon, meg nem alszom emiatt, így látszik is a szememben szerintem, de baromi jó az egész. Aztán belefutottam a Grounded nevezetű játékba, ami tulajdonképpen még bétás, de az is kihasználja már az Xbox Series X képességeit. Például a víz, ez annyira döbbenetesen néz ki, hogy így mondom, Jézusom, ez abszolút olyan, mint amikor a horvát tengerparton beugrottam a tengerbe a GoPro-val, és tényleg olyan volt a víz azokon a videókon. Egyébként ilyen érdekes játék, gyűjtögetni kell dolgokat, és mindenféle feladatokat kell megoldani, nagyon lassan haladok benne, mert hogy ész is kéne hozzá, az meg nekem kevés van, de tényleg ez is például abszolút már Series X-re felkészített játék, és brutális. Jól néz ki, és nagyon hangulatos az egész. Nyilván a Dolby Atmos hang az így alap, tehát az minden játéknál alap, és így elég sokat hozzátesz. És hát persze a Halo, amit
végigtoltam, az legelső Halo-t. Ráadásul ugye ez már a 2001-esnek a felújított verziója, ami sokkal-sokkal jobban néz ki, sokkal jobb textúrák vannak, fények, effektek, tehát hogy az egész, nem azt mondom, hogy ilyen olyan, mint a Gears of War 5-nek közel, nem olyan szép a grafika, de az egész Halo-nak a hangulata annyira el volt találva annó és most is, hát és amikor így elindult a Halo 1-ből a Silent Cartographer pályán a zene, és így leszálltunk, és ott elkezdtünk hentelni a grántokat, így gyilkolni, és így, hát még most is libabőrös vagyok tőle, mert így visszajött az az élmény, amit az XMS-ben átértünk a barátaimmal, és ilyen tényleg 19 évet fiatalodtam, egy pillanat alatt végigtoltam, nem sokat aludtam, de hogy végig kellett játszam a Halo-t. És persze megnéztem a Halo 5-öt is, de azzal nagyon kevés időt töltöttem el, sokkal jobban néz ki, de nekem valahogy nem volt meg az a hangulat, mint a Halo 1-nél, hát kíváncsian várom az új Halo-t majd tavasszal, ami meg fog jelenni. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért éri meg ezt a konzolt megvenni. Nos azért, mert a Game Pass-szel, ami egy havi előfizetéses rendszer, olyan, mint a Netflix, vagy az Amazon Prime, vagy az HBO Go, tehát tulajdonképpen egy játék Netflixre fizethetünk elő, több mint 100 játékot érhetünk el, mindössze havi 3000 forintért, és ez egy brutális nagy fegyvertény az Xbox Series X mellett a PlayStation-nel szemben, és tényleg nem akarok ilyen harcot kezdeményezni, de ezt brutálisan jól kitalálta a Microsoft, mert hogyha ez nincsen, én most biztos, hogy nem veszem meg az egész Halo packet valami, nem is tudom, 30 akárhány ezer forintért, a Gears 5-öt 22 ezer forintért, a Grandidot 20 ezer forintért, tehát most 3000 forintért letöltöttem 400 gigabájtnyi játékot, vagy 500 gigát, nem is tudom, és 3000 forint. És most annyit játszatok, amennyit csak akarok. Tehát ha valaki vesz most egy új Xboxot, és előfizet erre a Game Pass-re, akkor a Series X-en ugye visszamenőleg 3 generációnyi Microsoft és EA játékot, Electronic Arts játékot játszhatunk. Tehát több mint 100 játékról beszélünk, és baromi jó játékok is ott vannak közte. Sőt, az összes baromi jó játék ott van közte. Nyilván a third party játékokkal ez most még nem működik, de a Microsoftnak az a reménye, hogy mindenkit be tud ebbe szippantani, és szerintem ez a jövő. Mert tényleg az, hogy megveszünk 20-30 ezer forintért egy játékot, játszunk vele mondjuk 20 órát, vagy 40 órát, vagy 50 órát, és utána kuka az egész, annak sok értelme nincsen, úgyhogy szerintem ez a legnagyobb előnye a Series X-nek. Beszélhetünk a grafikáról, hogy melyik gép mennyire erős, de az, hogy több mint 100 játékkal 3000 forintért játszhatunk havonta, azért az eléggé jó deal. Ráadásul ott van a remote is, hogyha akarjuk, akkor akár külföldön a nyaralásunk alatt az iPadünkön, a felhőn keresztül játszhatunk a félbehagyott játékkal, hogyha mondjuk nyaralás közben ezt szeretnénk csinálni. Szóval rengeteg előnye van a Series X-nek, tényleg brutálisan erős gép, jól néz ki, de szerintem a legnagyobb előny az a Game Pass, és ez nyilván a jövőben érkező játékokra is igaz, tehát hogyha jön az új Halo, akkor azt én egy gombnyomással fogom, és letöltöm a 80 gigát, azt, hogyha gyorsan net, akkor lejön pár óra alatt, és már játszhatok vele, és nem kell 20-30 ezereket kiadni, tulajdonképpen másfél játék árából egész évre több mint 100 játékkal játszhatunk, és ez a jövőbe bővülni fog. Úgyhogy abszolút instant get kategória a Series X. Nyilván az olcsóbb Xboxról is beszélhetnünk, de ezt egyrészt nem tudtam kipróbálni. Másrészt szerintem, ha már valaki akar új Xboxot venni, akkor érdemes rámenni a legnagyobbra. Tudom, hogy most nem kapható, de előbb-utóbb érkezik majd készletre, úgyhogy az új Xbox instant get, és a következő héten meg mi jön? Az Apple-nek az M1-es csípje, ami egyébként elég meggyőző. Itt van ő is, és hát ez is elég durva cucc, de erről majd a következő epizódban. Hogyha tetszett ez a rész, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Instagramon. Nagyon nagy köszönet a Patreon meg a YouTube támogatóknak, Tiszta Energiáknak, RegHozzértének, Szuperszokónak és a SmartDiscon-nak, és a következő epizódig pedig sziasztok, ciao. És most gaming. Ta-da-da-dam. Guess who? Dave, send a pulse and let's see what we're dealing with. Ah, there they are. Come on.
toss a flag if you got him.